Ez egy házi buli igazából. Tehát így most, hogyha körbenézel, ez egy kétnapos házi buli és nem egy fesztivál. Az az igazság, hogy így péntekenként, amikor egy kicsit így leültünk sörözni, akkor találtuk ki ezt a fesztivált kb. Két hónappal ezelőtt. Akkor még fogalmunk sem volt, hogy hány ember jön el, meg milyen lesz a sikerünk. Akkor ide települt a másik három főzde, akkor bedobtuk, hogy mi már terveztük, hogy csináljunk ide egy fesztivált, mit szólnátok hozzá, hogy közösen megcsinálnánk, és akkor megcsináltuk. Az volt a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy egy fesztivált azt meg lehet olyanra szervezni, ami igazából a fesztiválozókról és a sörökről szól, nem pedig a körítésről. Szerintem ez egy igazi fesztiváli hangulat, mert sajnos elment már egy kicsit üzleti irányba a legtöbb fesztivál. Nálunk most azt gondolom, hogy nem erről szól, hanem tényleg újra visszatértünk a gyökerekhez, és tényleg egy ilyen craft hangulatot csinálunk most itt. Családiasabb a hangulat sokkal, itt tényleg így egybe vannak az emberek. A világban, és leginkább Amerikában craft beernek hívják az ilyen nem ipari söröket mondjuk. Nem kézműves ez, hanem a nem ipari söröket hívják craft beernek. És akkor adta magát, hogy akkor magyarítsuk ezt az angol kifejezést, hogy craft, és akkor ebből lett a craft. Örülünk neki, hogy a craft sör üzenete az eljutott egy igen széles közönséghez. Kisgyerekek, nagymamák ilyen megjelentek, sőt, tegnap két kutyával is találkoztunk, úgyhogy a craft sört, azt láthatok, mindenki szereti. Körbenézel, elmut a szakáról, és menj oda, igyál sört, biztos, hogy jó sört kapsz. És ez rohadt fontos, ez az egésznek az üzenete. A hely. Ugye ez egy sörfőzde volt előtte, impozáns épület, és azt gondoltuk, hogy itt a ilyen industriál környezetben tök jót lehetne bulizni, itt nem zavar senkit igazából, lehet zene, lehet jönni-menni. Ilyen másik nincs, ilyen fesztivál máshol nincs. Szerintem egy nagyon jó, autentikus helyszín arra, hogy egy igazi sörfesztivált lehessen rendezni, szervezni. Na, ez nem sznob. Köszönjük. Így áll valamit. Tényleg ott vagyunk, ahol a sör készül, hiteles a környezet, itt van az összes sörfőző, itt van az összes igazi hardcore sörfogyasztó, és ide tényleg az jön ki, aki érdeklődik ezeket a dolgokért. Nem csak inni kell, hanem úgy kell inni, hogy meg kell próbálni, megtalálni benne az ízeket, meg gondolkodni a sörről, de hogyha ezt sokat csinálod, akkor meg lehet tanulni. Van tök jó sörünk, isztok? Vagy csak itt kínálgattok ezzel a piros bohócóra? Most még senki nem konkurenciája másiknak, együtt csináljuk ezt a forradalmat, ezt a sörforradalmat. Tök jó tanulni a másiktól. Az is teljesen természetes, hogy beállunk a másikhoz csapolni, tehát nincs ilyen, hogy konkurencia probléma, tényleg ez egy ilyen jó kis, tényleg egy szövetség, és nem csak beszélünk róla. Monyolugóval? Le lehet takarni? Hát egy picit bele kell őrülni ahhoz, hogy igazán jó legyen. Szívünket, lelkünket kitesszük ezért az egészért. Törni a munkám, kamera előtt kell innom. Kötelezően.